Az Erkel diákünnepek történetének elmúlt 55 éves emlékanyagából szerveztek kiállítást az Erkel Ferenc gimnáziumban. A tárlat a korábbi évek tapasztalataiból okulva az edű népszerűsítését, illetve a hagyományok felidézését tűzte ki céljául. A kiállítás gondolata az az Erkel diákünnepek szervezése alkalmával merült fel, ugyanis azért az elmúlt években az edű, mint diákrendezvény kapcsán mindig egyfajta késésben voltunk, hiszen sokszor előfordul az, hogy az utolsó pillanatban került meghirdetésre akár a program, akár a jelentkezők is nagyon későn értesültek a lehetőségekről, milyen programokon, milyen versenykiírásokon, milyen szabadidős programokon lehet az edű keretein belül részt venni. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy megelőző csapással, egy ilyen edű történeti kiállítással szeretnénk már most felhívni arra a figyelmet, hogy a jövő évben egy Gyula városában, május végén egy komoly diákrendezvény készülődik. A 28. alkalommal megrendezett edű problémamentes szervezésének és lebonyolításának érdekében alapítványt hoztak létre, amely új fejezetet nyit az esemény történetében. Nagyon jó a szervezőbizottság, és mindenféle olyan programot szeretnénk a versenyprogramok mellé hozni, amelyek gondolom, hogy a gyerekeknek jó lesz. Nagyon jó zsűrit szeretnénk összeállítani. Néhány nevet már meg tudok említeni, akik biztosan elvállalták már a zsűrizést. Az egyik Ördög Nóra, aki a kiállítás rendezések közben rátaláltunk, hogy ezüstérmes volt. Aztán Pikali Gerda, aki aranyérmes volt. Az alapítvány pályázatot hirdet a gyulai fiatalok körében, melynek fődíja egy egynapos szigetbe lépőjegy. Az edőt 2019. május 24-e és 26-a között rendezik meg.